megállunk még izé. Na, mint láttattátok, van nálunk egy 360-as kamera, ezt most bemutatjuk nektek a fesztivált, hogy honnan indulunk és hol megyünk a fesztivál kempingjéből, de várj, merre megyünk, jó. Itt. Az a lényeg, hogy mindig itt a kábelt kell követni, ezt a narancssárgát, és akkor kijutunk. Jó. De hülye vagyok, hátrafordítom a kamerát, pedig nem kéne. Nem. Picit sűrűn vannak a sátrak, de ez most mindegy. Ja, nem. Nem. Itt jobbra. Itt jobbra, és aztán balra. Ja, tényleg, igen. Mint egy labirintus, olyan ez az egész. De semmi gond. Hét végére mindenki nagyon szépen megtanulja, hogy merre érdemes menni. Már is nagy a sor a izénél. A női fürdősátornál elég durva a sor. Gyertek már! Ez is. Ez is volt, hogy itt van. A sátornál? Aha. Esküszöm el. Nem is tudom, hogy a dumát. Ne, most pont ez egy vágatlan videó lesz, van, hogy... Van egy uncsi. Nem, hát izé, megnézik, közben beszélgetünk. Ja? És miről beszélgetünk? És hova teszed ki, hogy... Nem. Feri, milyen programjaink vannak a sátornál? Ja, ezt viszont elmondtam tegnap. De hát nem ebbe a videóban. Na, nálunk lehet csinálni kitűzőt, mint mindig. Az a baj, egy kicsit a nyomtatóval vannak-e... Nem, most nem, majd ott mosunk fogat. Szóval... Nyomtatónak van egy kis baja, megpróbáljuk megoldani, de igen, van amúgy nálunk. Vagy ahogy másokat hallottok, van egy kis probléma, itt ott is videóban. Minden videóban van egy kis probléma, itt van Anna. Szia! Igen, szóval kitűző után mit lehet még? Lehet akadálypályázni. Igen. Hiper-szuper pályán végig szaladni és rohanni és nyerni egy csapos sípot. Uh-huh. Van egy remek kaland, vagy milyen szabaduló szobás játékunk, ez szabad tér, igaz a nyomozó játék. Az nagyon pörög. A Gergő talált ki, tehát egész nap túlon ment. Az általában csomószor van egy ilyen fél óra, 40 perces sor miatta. Igen. De egyébként a nap egész jó. Gondolom, most sokat nem fogunk hallani a toj-toj-tól. Na, itt vagyunk a Fina színpadnál. Erről azt kell tudni, hogy egyrészt igen, egy ismerősét csapol, másrészt itt mennek a bulik így ilyen 6-ig 7-ig akár reggel is, szóval, hogy ha már nem tudod, hogy hol töltsd el az estédet, akkor Fina színpad. És viszonylag közel vagyunk hozzá, ezért füldugó nélkül mi is élvezzük reggel. Nem, nyugodtan lehet, ahogy füldugó nélkül. Hát, nem tudom. Csak a Hori alszik füldugó. Én füldugóval alszom, persze. És izé, szemtakaróval a fények miatt. Jó, hát van ilyen nap. Na, itt már kajáldák vannak, van ez a mikrós hely, nem tudom, hogy ez mennyire pörög. Nem tudom. Engem nem csábít. Nem, engem se csábít. Sőt, a hűtőben elhúzhatva. Ez inkább frissen csinálja nekem egy jó, nem tudom, ilyen töltöttek, vagy burger, vagy akár ott a hotdogos. Az jó egyébként, hogy a fesztivál már rég kész van, de azért még csomószor ilyen különböző... Hogy hívják ezt? Emelős akármi? Ez egy targonca. Targonca, na, szóval olyanok is szoktak itt jönni, meg nyilván tojtés, autó. Legalább reggel érte, nem este jönnek. Nem targonca, a targonca az a más. Nem targonca volt, ez valami más volt. Villás. Villás járgány. Na, mindjárt eljutunk a, hát mondjuk úgy, hogy főúthoz. Nem tudom. Miért lefelé. A főtérhez. Főtérhez. Lefelé lenne amúgy a staff camping, csak hogy full tele van. És csomó ideig itt kajáltunk egy picit balra, vagy ki merre néz éppen az videót. Ott van egy Aldi, amivel az a poén, hogy veszel bármiféle ilyen kolbászt, húst vagy akármit, akkor azt neked egyből megsütik a kis kollégát. Megsütünk a main stage felé? Persze, megmutatjuk nekik a main stage-et is. Láthatjátok már a Rossmant. Amire mindig remek habparti van már délutántól. És van az MVM-nek ez a fa installációja, ami éjjel még világít is, meg minden az elég menő. Igen, itt már a kollégák takarítják a szemetet. És itt van ugye bár az óriáskerék, amire jelenleg még nem jutottunk fel, de erre van véve. De ez nem fülkés, én is félni fog. De az a jó, hogy nyitott, tök menő. És akkor már lehet látni a két nagy színpadot. Általában a robotosnál vannak a nagyobb koncertek, a picit kisebbek pedig a zöldnél vannak. Nagyon durva, hogy ilyenkor senki nincsen itt. De...
utáni este már itt áll a tömeg, pedig ugye ott van a színpad. És most elkezdünk menni a civil részleg felé, ahol letesszük az utcainkat, és aztán megyünk is kajálni. Rendőr kollégák, vagy most remélem, mert próbálják őket nem nagyon lekamerázni, azt nem szeretik. Itt van a Telekom tér, itt is mindig remek jó bulik vannak, általában délután mindig adások is vannak talán itt. Itt lehet igazán a chillelni. Beköszönt a lány? Jó. Azért vagyunk itt. Pornott is pörög. Igen. A cserpest hiányolom, mert a... Mi ez a joghurtjuk, az tavaly alig volt, nem tudom, 50-nel drágább, mint a boltban. Igen, itt is korrekt állatom. Igen. Viszont a bungee jumping 2000-ben a drágább. Most már 12. Igen, de vagy még. Az ugyannyira nem éri meg. Egyszerűen olyan kiugranék, de... Akkor már inkább a... Hát igen, az ejtőernyő, vagy pedig ugye bár a... Vagy ez a forgó cucca, amin voltunk este. Mennyi volt? Ja igen, 2000. Ja tényleg, azt én fizettem. Igen, jött is rohadás most. Igen. Megyünk ma, és akkor cserélni. Jó. Vagy megyünk a másikra. Úgy. Most itt van egy Deichmann, de fogalmam sincs, cipőt lehet venni? Nem tudom, én nem voltam még arra fel nap közben. Mert mondjuk az érdekes, elázik a cipőt, vehetsz egyet. Érdekes. Na, oh, és be is kanyarodtam a civil részleghez. Igen, vannak cipők kirakhoz. Gergőt jól elhettük ott. Na, mi azért ennyire nem vagyunk szorgalmasak, vagy hát nem kell, 11-ig elég. Nyitunk, de ők már itt vannak egy órával előbb, és nyitnak. Hello, írhatunk majd levelet neked? Magunknak? Á, de én neked szeretnék. Mindig úgy szeretnénk. Igen, na. Kérték a közös pont, a kumanikus. Úgy tűnik már vannak, akik szeretik a standunkat, és ott ülnek a... Igen, az a kérdés, hogy ez a pontyba elszakadt-e, ami tegnap elkezdett. Megnézzük, igen. Na. Ott van a standunk, sátor még zárva. Akik ott ülnek, őket nem ismerjük, de ezért csináltuk, hogy mindenki pihenhessen. Na most elmegyünk reggelizni, az már nem olyan izgalmas, sőt ez a videó is már vagy 8 perces, és kevésbé volt izgalmas, inkább csak az a jó pofa benne, hogy bárki bármerre nézhet. Sziasztok!